változásokat nem volt hajlandó természetesen megcsinálni, amit ő megírt, az meg van írva, meg volt írva. De azért ott van egy bizonyíték is, hogy amikor kértem őt valamire, akkor azt azért némelyest korrigálta. Elég gyakran volt lenn Dunaszerdahelyen, és segített sok mindenben, mint hogyha mindenkinek személyi barátja lett volna, úgy viszonyult. Ő is hozzánk, meg mi is hozzá. Őneki megvoltak a maga szigorú elvei, vezényelt. Szóval próbákon odaállt a kórus elé, de énekelni nem. Énekelni nem állt be soha. Emlékszem a rádió felvételére Vas Lajos vezényelte. Még akkor énekeltem, és a rádióban ilyen tartós felvételt csináltuk. A Jenő bácsi volt a rendezője a fölvételnek. Nem tudtuk fölvenni. Nem ment bele. Hát őnek elég voltam egy picike, amit mi nem is veszünk észre. Még ha zenész fülem van, akkor sem veszem észre. De ő mindent észrevett. Hát ő fülét nem lehetett semmivel becsapni. Imádta a bécsi kávét, például ezt a tejszínhavos kávét, és hogyha egy picike kérumot is öntöttem neki, jaj, hát az fölséges volt. Imádta a bárányhúst például. Hát imádta, ő a Dunaszerdahelyre úgy nem ment el, hogy volt egy hentes, ennek ide sose tudtam, hogy hol van, mert oda nem kísértettem magát el soha, de ő mindig onnét, már volt neki, biztos telefonálta, és vitte haza a bárányhúst. Ő nem volt bohém ember, én még az voltam. Úgyhogy lehet, hogy egészítettük egymást, mert én borzasztó bohém ember voltam.